Halihó! Ebben a videóban bodzaszörpöt fogunk készíteni. Tartsatok velünk! Nyilván nem fogjuk feltalálni a spanyol viaszt, nagyon sok recept vagy elkészítési útmutató van az interneten, bár el lehet ezt is rontani, nekünk előző években egyszer vagy kétszer már sikerült, viszont ezt a mostani receptet már teszteltük és bevált, be fogom linkelni a leírásba. Inkább azért akartam ezt a videót elkészíteni, mert szeretnék több ilyen lassulós, vidéki hangulat típusú tartalmat készíteni nektek, vagy hát elvinni egy picit ebbe az irányba is a csatornát. Remélem, hogy örültök neki, vagy tetszeni fognak ezek a videók is. Most elmegyünk virágokat gyűjteni, ki fogunk menni ide az egyik közeli domboldalra, mert ugye nem szabad megmosni őket, vagy hát meg lehet, de akkor a lényeg a pollen, ami az ízét adja a szörpnek, az elvesztődik. Úgyhogy olyan bokrokat fogunk keresni, amelyek nem annyira porosak, távol vannak az úttól, és azt is meg fogjuk nézni, hogy ne legyenek bogarasak, mert amiket itt láttunk eddig a faluban, azokon nagyon sokan így összegyűltek csomóban a bogarak. Úgyhogy szörpnek szeretnénk bodzát gyűjteni és szárítani is, mert az egyik barátnőmtől azt a tippet kaptuk, hogy szuper télen teának megfázás ellen. Úgyhogy gyertek velünk! Thank you.
A vizet felfőztük, beletettük a cukrot és a citromsavat, aztán hagytuk kihűlni, mielőtt hozzáadtuk volna a virágokat és a citromot meg a narancsot. Miután minden hozzávalót összekevertünk, 24 órára állni hagytuk. Másnap délután van, a szörp még pihen néhány órát, időnként megkavargatjuk. Most meg elő fogom készíteni a megmaradt virágokat a szárításhoz. Henry leforrázta az üvegeket, mielőtt beléjük töltöttük volna a szörpöt, hogy jobban álljon. Liter szörp készült a kb. 30 virágból, tehát dupla adagot készítettünk ahhoz képest, ami az alapreceptben van. Szerintem ez ki fog nekünk tartani egy ideig, bár én ma pont rájöttem, hogy mivel eléggé cukros a szörp, főleg, hogyha ásványvízzel vegyítem, akkor savam lesz tőle, úgyhogy nem tudom, hogy mennyit fogok inni belőle, illetve egy idő után meg is szoktam unni az ilyen szezonális dolgokat, vagy nem tudok semmiből ugyanazt fogyasztani nagyon sokáig, de Henry is szereti, meg egy kis üveggel félretettünk a szüleimnek is, úgyhogy biztosan kerül gazdája. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Írjátok meg kommentben, hogyha szeretnétek hasonló típusú tartalmakat még, ilyen befőzésről, vagy meg szeretném például kérni nagymamámat, hogy tanítson meg házi tésztát, laskát, vagy mi mondjuk készíteni, úgyhogy azon is gondolkodom. Szóval írjátok meg, hogyha szeretnétek még hasonló ilyen falusi videókat látni, és köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!